Sugarak nyári tábor a Rábóközi Művelődési Központban. Vargáné Molnár Zsuzsanna művelődés szervező elmondta, érdekes és tartalmas kreatív foglalkozásokkal várták a gyerekeket. A héten strandolnak és ellátogatnak a győri Ugri Parkba. Tovább folytatódnak a táborok, ezen a héten kettőt is indítottunk, az egyik az olvasótábor, ami a Városi Könyvtárban székel, a másik pedig itt a Művelődési Központban. Ennek a témája a sugarak, ezt a nevet kapta, és ezekhez próbálunk kapcsolódni a hét programjai során. Úgy tudom, most érdekes kreatív dolgokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek. Igen, minden héten különböző kézműves foglalkozásokkal várjuk a gyerekeket a hétfői napokon. Itt most az első asztalnál például a quilling technikáját próbálhatják meg és ismerhetik meg a gyereket. Ez azért is érdekes, mert nagyon sokan most találkoznak vele először, viszont vannak olyan gyerekek is, akik már jártak hozzánk az év folyamán a quilling műhelybe. Egy másik asztalnál a pirográfiát próbálhatják ki, ez főként a fiúknak nagyon tetszik, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ugye a pirográf egy veszélyes szerszám, de nagyon ügyesen dolgoznak vele, és különböző mintákat égetnek a fába. Másik két asztalnál pedig különböző papír és üvegfestés technikát sajátítanak el a gyerekek. És hogyan tudják kiválasztani, hogy milyen kreatív foglalkozások legyenek? A gyerekek számára fontos, hogy lekösse, érdekelje, színes, változatos, mozgalmas legyen. Igen, próbáltunk arra törekedni, minden héten más-más technikával ismerkedjenek meg a gyerekek. Ugye mi itt a Művelődési Központban egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, és elég sok tapasztalatunk van azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami tetszik nekik, mi az, amilyen technikát szívesen kipróbálnának, mit csinálnának. Ebben nagy segítségünkre vannak a kollégákon kívül a Montás Kézműhely Egyesület tagjai is, például a quilling technikát Fábiánné Domán Hermina vezetésével tanulják meg itt a gyerekek, a pirográfiát pedig Szilágyi Somos Evelin tanítja éppen nekik. Ugyan lassan eltelik most már a nyári szünetnek egy harmada. Eddig hogyan értékelni az elmúlt egy-két hetet? Minden rendben volt? Itt ugye hetente 45 gyermekkel foglalkoznak. Igen, így van, eddig szerencsére minden rendben zajlott, a programokat a terveknek megfelelően valósítottuk meg, a gyerekek nagyon jól érezték magukat, én úgy gondolom, hogy az eddigiekben is és a következő hetekben is élményekben gazdag nyarat tudunk biztosítani a számukra. Mit tapasztalnak? Itt a gyerekek ugye elsősorban azért jönnek, mert nagyon sok érdekes dolog van itt, kirándulnak, fürödnek, kreatív foglalkozásokon vesznek részt. De elárulhatjuk, hogy azért sokszor van úgy, hogy a gyerekek rend tudnak, a szülők vigyázni, mivel dolgoznak, mint szabadság. Igen, nagyon sok olyan gyermek jön hozzánk a táborokba, akiknek nincs otthon a nagymama, a szülők tényleg dolgoznak, és nem tudnák kire bízni a gyerekeket. Ők itt hasznos programokon vehetnek részt, hasznosan töltik a szabadidejüket, és ugyanúgy élvezik a kirándulásokat és az egyéb foglalkozásokat is. Minden napra más-más tevékenységeket biztosítunk a számukra, úgyhogy itt jó helyen vannak a Művelődési Központban. Ugye, hétről hétre elmondjuk, hogy még mi várható. Tehát az elkövetkezendő napokban mit fognak megcsinálni? A holnapi nap egy ilyen sportos nap lesz, ahol Pantelics Péter és Rami Imre foglalkozik a gyerekekkel, különböző vetélkedőkkel, csapatjátékokkal várjuk majd őket. A délután ismét lesz egy kis lehetőség a kézműves foglalkozásokra, valamint a Művelődési Központ előterében különböző beltéri játékokat is biztosítunk a gyerekek számára. Lesz csocsó, pingpong, léghoki, különböző ugrálóbotok, labdák, nagyon sok mindennel készülünk. Szerdán ismét kirándulni megyünk, most az időjárásra való tekintet is fedett helyiségeket, helyeket választottunk a számukra. Győrbe kirándulunk el, ahol az Ugri Parkban lesznek a gyerekek, és egy mozifilmet nézünk meg. Csütörtökön pedig ismét a strandulásé lesz a főszerep. Hogyha jó idő lesz, akkor szabadtérre Sárvári strandot választottuk ki magunknak. Rossz idő esetén pedig a bükkfürdői fedett strandra megyünk majd el. Azért mondjuk el a nézőknek, hogy mindez nagyon, nagyon költséghatékony a gyerekek számára. Szinte semmit nem kell ezért fizetni. Így van, 500 forint jelképes összeget fizettek be a gyerekek egy hétre, és ezért nagyon sok mindent kapnak, az élmények, a kirándulások, a strandbelépők mellett a különböző foglalkozások anyaköltségeit, a foglalkozásvezetők díjazását is tartalmazza ez az összeg. Illetve az étkezést. Így van, az étkezést is, négyszeri étkezést biztosítunk a gyerekek számára minden nap, innivalót egész nap. És a befizetett 500 forintnak mi lesz a sorsa? Mert úgy tudom, az is hát jótékony célra van felajánlva. Igen, így van. Ezeket az 500 forintokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány javára fizettük be. Köszönöm. Köszönöm.